Szevasztok, én itt tárolom a játékaimat, most ezeket fogom nektek bemutatni, már nem is tudom, hogy kik csinálták meg. Na mindegy, kezdjük itt ezzel sorba, azt leszorom itt, menj közben a Facebook, várjál. Ah, nem igaz már. Hagyjatok, közben írtak, na mindegy, nézd, leteszem, az a háttérkép, mi aki megmondja, az kap egy ezrest. Aki van a háttérképen, na mindegy, hagyj írjanak addig. Első ez a Mini Ninjas. Ez egy kemény pókember, nem látszik, na mindegy, leszarom. Mini Ninjas nevű játék, ilyen szar borítóba, szóval nem kell mutatni, miről szól, elég ismert játék, ami vannak amúgy Dead Space 2. Szóval nem fog mindezeket kinyitogatni, csak elmondom itt a címeket. De Saboteur egy ilyen francia játék, Franciaországban játszódó, olyan német megszállás alatt lévő játék. Elégész jó. Szerintem most, hogy megnéztem a Pörhebőrt, jó lenne lejátszani, de inkább Mafia 2. Black Ops, Code Black Ops. Erről azt kell tudni, hogy amikor megjelent, akkor vettem, hogy 2600 forintért, szóval Tesco Baki. Chicken Shoot, ezen csirkéket kell lövöldözgetni. Baromság. GTA San Andreas, és most néztem az 576 magazint, hogy GTA San Andreas, még ilyen játékokat. Meg GTA 4 6000 forintért adnak, az a GTA 4 2008-os játék. És ezt nem tudom hová tenni. Na mindegy, ez nem tudom mi. Első, mik ezek? Age of Empires 2. Narnia, ez egy kurva jó játék, csak ugye ketten lehet vele játszani. Alapjában, mármint úgy ketten, hogy egy gépen ketten, azt úgy érdemes játszani, egyedül nem izgalmas. Sims 2, palotálka és parkok, cuccok, ugye ez vagy két év ingyenes volt az egész Sims, az Origin-en beírtad, I Love The Sims, ezt megkaptad. Következőben egy Star Wars őrület van, nem tudom, hogy mikor, a december 18-án van moziba a Star Wars, lehet, amire felteszem, nem volt is moziba. Na mindegy, és a Jedi Knight, pontosabban, ez egy rohadt jó játék szerintem. Ez következő The Sims 1 kiegészítő, közben Facebookon itt az értesítés, nem tudom mennyire hallatszik. The Sims 1 kiegészítő, hoppá, mi ez lehet, itt volt itt engem, mi a Isten nyíl ez. Meg nagy kopi van itt amúgy most tettem rendet. Az a könyves polc, mi? Amúgy ott van fent meg a könyves polc, de mindegy. Na jó van, ez nem tudom mit. Következő The Witcher, bővített kiadás. Hoppá, beleesett, megkarcoltam a kezemet a borítójával. Van hozzá egy útmutató, meg egy kézikönyv. Ezek nagyon se lehet szarok, jó, közben itt takarítgattam. Szóval nem kell, itt egy ilyen cérna van, itt beszarok. Itt egy GTA 4 térkép, nem tudom ez hogy kerül ide. Figyeld, beszarsz. Harry Potter eredeti kézirat. De ez hogy került ez a gate-enni sokára? Ez ebben mindegy. Batman Arkham Asylum. Ez is rohadt jó, hiszem az Arkham City sokkal jobb. Ez egy gate-enni-es térkép, de ez nem tudom hogy került, de szerintem ki onnan kizettem valamiért. De ki az Isten, aki ennyire ír nekem Facebookon? Nem tudom. Mindegy. Az a átmeneti szék, mert tönkre ment a székem, azt most van egy ilyenem. De amúgy kurva kényelmetlen. Far Cry 2. Dragon Age legjobb játék szerintem mai napig a kedvenc RPG-m. Fűrész, ez is jó viszont, ennek két befejezése van. Bulletstorm, ez Bulletnek mondják, de nem is Bulletstorm, nem tudom. Leszarom. Chicken Shot 2, vagy 2, ezt nem is lehet már játszani, az oldalon is üzemel már szerintem, ez a 7M. Ez mi? Chrome Gold Edition. Screamer 4x4. A 4x4-es ugye, mert magyarul van. Terepjáró szimulátor és verseny. Következő GameStar-kedásból X-Men Origins Wolverine Left 4 Dead 2. Ez Age of Mythology.
Biztos. És itt a Warrior of Within, a Prince of Persia, ugye ennek a... Most hallgattam amúgy is Godsmack-et, ugye aki a zenéjét... ugye aki adja hozzá a zenét, ugye a Godsmack nevű együttes. Szóval nem is üzemelnek már azok, vagy nem mennek. Közben ott a létre, amit most mondom, szét van szedve az egész szoba, mert takarítottam, na mindegy. Kane & Lynch 2, Rom Total War Anthology, ez a 3, az első és a két kiegészítője. Prince of Persia The Two Thrones, neki dőlnek el, mint a szar. Harry Potter and the Half-Blood Prince. Nem tudom, miért pottereznek amúgy sokan, de mindegy. A Keresztlapa. Ez filmhez semmi köze szerintem. Harry Potter and the Order of the Phoenix, ugye a Phoenix rendje, ez is rohadt jó szerintem, aki legalábbis szereti a HP sorozatot. Crysis, nem kell mondani, FIFA 09, úristen. FIFA 12, ugye még Wayne Rooney, meg ez a majom dzsuzsák. Spider-Man 3, Watchmen, ez is ketten lehet játszani egy gépen, ez is rohadt jó szerintem. Spider-Man Shattered Dimensions, Assassin's Creed 2, szerintem a legjobb AC. GTA 4, ugye ez egy magyar nyelv itt a hátulja. Neki Ninja Blade, ez itt ez kurva szar játék szerintem. Neki kisebb próba mehet a nevét, Die Ang... akármi. FIFA 15, ez volt az utolsó játék, amit vettem tavaly. Szeptemberben, vagy mikorja. Közben töltő ott van, na mindegy. Crysis Warhead. Need for Speed Carbon, szóval legjobb NFL, sokan azt mondják, hogy a Most Wanted a legjobb, de szerintem ez itt a kiegészítés, az eszmélés. Fallout 3, szerintem sokkal jobb a Fallout 3, mint a 4, viszont annyi a kénye, hogy ha Windows 7-en, de most nem is 7-en, hanem 8.1, amúgy mindegy látszik is, nem tudom mennyire látszik, hogy azon indítod egyszerűen, hiába a crackeled, meg minden kérje a lemezt, le kell töltenem enkorról. Assassin's Creed 1, sose játszottam végig, mindig kifogyott, Prototype is rohadt jó játék. Mountain Blade, és nem a Warband, de sokkal jobb, mint ez. James Cameron-nak az avatárja, Dead Space, GTA Vice City, és a hiányozhat. Szóval ezeket nem is kell bemutatnom, ismertek, nem? Far Cry, COD 4 is hatalmas cím szerintem. FIFA 14, hát az annyira nem. És végül, az már nem semmi, az nem játék. És The Sims 2. Ennyi játékom van, mostában már két, egy, több mint másfelé nem is jöttem semmi játékot. Szóval ennyi van nekem. Inkább én most nagyon a könyvekre álltam rá, mint láthatjátok. Miért ez meg úgy angolul van. Na mindegy, ennyi lett volna, szerbusztok!